valóságból való távozás, akkor összejöttünk, hogy utolsó útján elkísérjük. Jó Istenem, imával kérem egedet, a kegyelmedet, segedelmedet, mondjak áldásig ma. Tegnap február 2-án ünnepeltük, hogy elkészült a boldogasszony. Ez az időszak nagyon hozzátartozik Veronikához. Névnapja január 13-án volt, valamint a Teremtőhöz való visszatérése 24-én történt. Gyertyaszentelőkor, amikor a nap már egy bakugrással magasabbra haszol az égi mezőn és a földi teremtett mindenekben, a föld is fölébred, szuszogni, lélegezni kezd. Bemutatja magát a bak, kemény testet, lelket, vénító, feszítő fagyokat hoz az együletre, és szinte naponta váltja egymást. Veronika szorítja, Dorottya tárgyítja. Mondogatták ilyenkor a régiek. Amint Vera nagymamája is mondta kb. 60 évvel ezelőtt, te még lányom megélet, hogy irigyelni fogjátok a holtakat. Lám elértünk erre a pontra. Régi tátos tudásból akkor még felsejlett egy kis fény. Életünk minden fontos helyzetét átszövi a boldogasszonyság. Boldogasszony készíti fel a testet, testi vágyoktól szabadult ember az utolsó átváltozásra is. Ő által térhetünk tisztán szüzen a teremtő fényhez. A boldogasszonyság, amely kezdettől való és nem más, mint a teremtő fényességének örök szomjúhozása, a mindenekben létezik, amióta a világ a világ, és ameddig Isten akaratából az marad. A boldogasszonyság magába foglalja a megkapott fény őrzését és annak visszaadását. Ő az óhajtó, föntre nyílt kapu, ő a kapu, kupája életnek és halálnak, a valósulás szentséges edénye is. Halálunk óráján a babba jön el, hogy sírató asszonyok imáival átvezessék lelkünket a nagy vízen. Veronika lelke elindult a lélek újjászületésének és önmegváltásának az útján. Nem arról szól, hogy a lelket valaki más, akár egy isteni vagy földi hatalom megváltsa, hanem arról szól a megváltás, hogy a lélek hogyan tudja önmagát megváltani. Akik itt állunk lehajtott fővel, mindannyian őrizzük kedves emlékét, hiszen életünk része volt. Kapcsolatom vele nem csak emberbaráti, hanem hazafias, bensőséges volt. Életének meghatározó motivuma volt a segítőkészség. Nem csak a környezetében volt segítőkész, említek pár történetet, amit megosztott velem. Egy csángó gyermek tanítatásához járult hozzá, keresztszülőséget vállalt hosszú éveken keresztül. Egy becsületbeli ügyről is tudok. Amikor megtudta, hogy egy közös barátunknak nagyobb összegű, barátunknak nagyobb összegű pénze van szüksége, önzetlenül kisegítette, írás helyett a megállapodásnál egy készfogás volt a pecsét. Ez az ősi magyar elkölcs nem törvényekkel volt elfogadtatva, hanem a jellemükbe volt oltva, mint Verának is. Folytathatnám a sort, de akik ismerjük, mindannyian tudnánk nemes szívéről mesélni. A lelkiismeret csoport rendezvényein a magyarságáért ő is helytállt. Őt is örültetve vették, kb. 500 társával együtt. Mikor a gesztenyés kertben fáklyás felvonulással tiltakoztunk, a szégyenteljes megyesi Nászfázer pacintással utolján. Az MVS által a külvonulatban kettős állampolgárságáért 2004-ben kezdődött aláírásgyűjtésben heteken keresztül lelkesen tevékenykedett.
A két hollos könyvesboltban is hosszú éveken át segítkezett. Kereste a hasonló gondolkodású emberek társaságát, akik figyelték és szívükön viselték hazájuk sorsát. Pár évvel ezelőtt baráti körünkből súlyos betegség miatt kórházba került egy barátunk. Vera gyakran látogatta, enyhítette szomorú hangját. Bölcs mondás, hogy bajban ismerszik meg a barát. Visszagondolok az együtt töltött utazásokra. Libanonban együtt jártunk az ősi földön, Attila nagy fejedelmünk megrendülésének színhelyén. Ott kapta meg Isten kardját. Szíriában együtt jártuk a damaszkuszi úton, Szent Ananisz és Szent Pál kápolna, meg annyi gyönyörű emlék. Tavaly nagy örömmel teljesítette a kitörés túrát, amelyet együtt tettünk meg. Nyitott lélekkel szomjazta a tudást, rengeteg könyve volt, sokat olvasott, zenét hallgatott. Említette egyszer, hogy Máté Péter dalait is kedvelt. Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akiknek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Még sok időnek kell eltelni, amíg hiányát el tudjuk fogadni. Égi boldogasszonyunk vezérelje lelkét a további útján. És most együtt hallgassuk meg vele együtt Máté Péter elmélek című dalát. Egy kis patak mindig rohant, s egyre csak énekelt. Egy sziklafal útjába állt, s a dalnak így vége lett. Én is így lettem, néma víztükör, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már a nap se tündököl, csak ha újra megjönnél. Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom otthonom, még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, elmegyek, igen, megkereslek én. Mégis úgy érzem, hogy engem egyre vársz. Vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap. Vasárnap volt, meghalt már. Hozzám így jött el a halott vasárnap, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már nem tündököl a nap, csak ha újra
megjönnél. Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom otthonom, még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, elmegyek, igen, megkereslek én, bármerre jársz. Nem tudom, hogy merre vagy, mégis úgy érzem, hogy engem egyre vársz. Elmegyek, elmegyek, milyen úton